Bunum TV, Magyarország első magyar nyelvű közösségi katolikus televíziója. Kérjük, hogy imáival, önkéntes munkájával és adományaival támogassa a televízió további fejlődését. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek a roma holokauszt áldozataiért és a magyarországi cigányságért mutatott be szentmisét augusztus 6-án kedden a budapesti Szent István Bazilikában. Beszédében imára hívott minden jelenlévőt az alkotó együttélésért, a megbecsülésért, az éberségért, a gyűlöletkeltés ellen, továbbá az emberségért és a szeretetért, hiszen ezek az alapjai a felelős társadalmi létnek. Imádkozunk azért, hogy megtaláljuk az alkotó együttélés útját, hogy mindenki alkalmat kapjon rá, hogy kibontakoztassa tehetségét és megbecsült tagja legyen a társadalomnak. Imádkozzunk azért, hogy ebben az országban egymásra mindig tisztelettel és szeretettel tudjunk tekinteni. Imádkozzunk azért, hogy éber figyelemmel, időben észrevegyük a gyűlöletkeltés vagy a pusztító eszmék jelentkezését. Imádkozzunk azért, hogy minden nehézségre, szociális, kulturális, történelmi gondokra meg tudjuk adni az emberség és a szeretet válaszát. Csak ez lehet az alapja egész országunk békéjének és felemelkedésének is. Ez mutathatja meg az utat a felelősen együttélő polgárok szilárd közösségének kialakulása felé. Erdő Péter úgy fogalmazott, amikor a roma holokauszt áldozataira emlékezünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak a múltba tekintsünk. Rámutatott, éppen néhány órával ezelőtt vált hivatalosan is világossá, hogy mi történt tulajdonképpen az elmúlt években azoknak a tragikus eseményeknek a során, amelyek roma gyilkosságok néven vonultak be az ország köztudatába. Az Urunk színe változásának katolikus ünnepéhez kapcsolódva megjegyezte, az ember méltósága és az ember hivatása az, amiről ma hitünk fényében, Jézus Krisztus személyének fényében különösen is hitet kell tennünk. Hozzáfűzte, újra és újra voltak az emberiség történetében szörnyű időszakok, amikor nem láttuk meg vagy nem tiszteltük egymásban az Isten képét. Olyan idők, amikor emberek tömegeit pusztítottuk el nyelvük, vallásuk, származásuk vagy nemzetiségük miatt. Embereket, akiknek közös és egyenlő a méltósága. Embereket, akiket maga Isten hív, hogy barátai legyenek, hogy személyes szeretetéből örök boldogságban éljenek. A Bunum TV-t keresse és kérje kábel szolgáltatójánál.